52 út újul meg, több mint 12,3 milliárd forintból, közel 163 kilométer hosszan történnek útfelújítási munkák a megyében. Elfogadták a költségvetést, módosul a kafetéria, több forrás jut az egészségügyre és a honvédelemre. Járási hivatal, hamarosan új épületbe költöznek a Mátészalkai járási hivatal dolgozói. Több mint 12,3 milliárd forintból újulnak meg a megye útjai idén. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 52 útszakaszon közel 163 kilométer hosszan történnek útfelújítási munkák 2018-ban. A programban már elkészült a 4-es számú főút Nyíregyháza és a 403-as számú főút csomópontja közötti szakasz, melyet szerdán adtak át. Nyírpazony felé már új úton hagyhatják el Nyíregyházát az autósok. A teljes 10 kilométeres útszakaszból 4,5 kilométert újítottak fel a 4-es főút és a 403-as főút csomópontja között. A megyeszékhelyre bevezető egyik legforgalmasabb útszakasz 231 millió forintból újult meg. Bár nem új útépítésről van szó, de egy olyan útszakasz felújításáról, ami a város életében kiemelt fontosságú. Az egyik legforgalmasabb útszakasz ez a bekötő út, itt a 4-es, és azért is, mert ugye rengetegen járnak a térségből, az agglomerációból Nyíregyházára dolgozni, tanulni, akár busszal, akár személygépkocsival. Nyár van, ez a turisztikai főszezon, ami még inkább növeli a forgalmat. A beruházás egy nagyobb, az egész megye úthálózatát érintő fejlesztés része, melynek során összesen 163 kilométernyi fő- és mellékút újul meg. Összességében 12,5 milliárd forint értékű felújított útszakaszok kerülnek majd átadásra évvégéig, ami azt jelenti, hogy most már 49 helyett 53 helyen sikerül a felújításokat biztosítani, és ezeken a helyszíneken mindenki sokkal komfortosabb körülmények között tud majd közlekedni. A megye úthálózatának fejlesztése kiemelt feladat a megyei önkormányzat számára. A térség számos jó állapotú gyorsforgalmi úttal rendelkezik, viszont az alacsonyabb rendű vagy a településeket összekötő utak terén jelentős elmaradás mutatkozik. Ebben jelentős előrelépés az a 100 milliárdos útfejlesztési program, amit még a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium indított el, most pedig a Innovációs Minisztérium folytat más néven, mármint a minisztérium más néven, de azok a fejlesztések itt is, amik akár top forrásból vagy más forrásokból valósítanak meg a közút munkatársai, ezek remélhetőleg néhány éven belül, gondolok egyébként a modern falu programban tervezett új fejlesztésekre is, jelentős előrelépést hoznak a belső összekötetések révén. Sesták Oszkár hozzátette, a megye úthálózatának a fejlesztése egyúttal a gazdaságot is támogatja, valamint a turizmust is segíti. Elfogadta a jövő évi költségvetést az országgyűlés, így döntöttek a kafetéria rendszer változásairól is. A 2019-es költségvetést a biztonságos növekedés költségvetésének nevezi a kormány. Az államadósság évek óta csökken, ez várható a kormány szerint a jövő évben is, ezért a kabinet 4,1%-os GDP növekedéssel számol 2019-ben. A változások közé tartozik, hogy a szép kártya marad az egyetlen kedvező adózású kafetéria elem, egyedül ez minősül majd kedvezményes közteherfizetés mellett adható béren kívüli juttatásnak. Nem változik a 15%-os személyi jövedelemadó és a 9%-os társasági adó sem a múlt héten elfogadott jövő évi költségvetési törvény alapján. Változás azonban számos helyen lesz jövő évtől. A nyugdíjasok foglalkoztatása után már nem kell majd szociális hozzájárulást fizetnie a munkáltatónak. Valamint megszűnik a 25 év alattiak után járó kedvezmény és az 55 éven felüliek foglalkoztatásának támogatása. A költségvetés 4,1%-os GDP növekedéssel számol, ez meghaladja az Európai Uniós átlagot, közölte Vinnai Győző. Az országgyűlési képviselő kiemelte azt is, hogy az adóbevételek ugyanis jól teljesítenek, annak ellenére, hogy adócsökkentések voltak az elmúlt években. Mivel 2018 a családok éve, és jövőre is szeretnénk ezt az ütemet tartani, ezért a családi adókedvezmények is növekednek. Például jövőre egy kétgyermekes családnál havonta már 40 000 forint vehető igénybe családi
adókedvezményként. Ez fél millió forint éves szinten, hogyha jól számolok, vagy közel fél millió forint, ami szintén a gyermekek nevelését segít elő. De ami a konkrét kérdését illeti, hogy milyen területek nyertesei a költségvetésnek, az önkormányzati világ, 200 milliárddal több jut. Én azt gondolom, hogy itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is a településeknek, a falvaknak, a városoknak biztonságosan kell működni. Tehát a működési költségeket a költségvetés fedezi. Emellett fejlesztési források is rendelkezésre állnak, ezek egyrészt vagy topos források, uniós források, vagy vidékfejlesztési VP-s, úgynevezett vidékfejlesztési pályázatok forrásai. A 2019-es költségvetés alapján például 101 milliárd forinttal több forrás jut az egészségügyre, 15,3 milliárddal több az oktatásra, és mintegy 150 milliárd forinttal több jut majd a honvédelmi kiadásokra. A kafetéria rendszerváltozásairól is döntött a kormány, ennek értelmében megszűnik az adómentesség többek között a lakás célú munkáltatói támogatás esetén, és a diákhitel törlesztés megfizetéséhez adott munkáltatói támogatás esetén is. De például a sportrendezvényekre szóló belépők sem kaphatóak többé adómentesen. Az egyedüliként megmaradt adómentes béren kívüli juttatás a szépkártya, ebben az esetben a közteher is csökken. A Széchenyi pihenőkártyának, azaz a szépkártyának három alszámlája van. A munkáltató részére a vendéglátás alszámlára évente 150 ezer forintig, a szálláshely alszámlára 225 ezer forintig, a szabadidő alszámlára pedig 75 ezer forintig tölthet fel összeget a munkaadó. A kafetériánál viszont az az elv, amit a pénzügyminisztérium mond, hogy egy picit szűkíteni akarjuk a felhasználást, hogy ezáltal a turisztikát fejleszti, ugye a kereskedelmi éttermi szolgáltatásokat, a szállodai szolgáltatásokat, a szépkártyánál ugyanúgy igénybe vehető, tehát célzottan akarja Magyarország a turisztikát fejleszteni, hiszen minden, majdnem azt mondom, hogy minden tizedik munkahely itt van, nagyon dinamikusan fejlődik az elmúlt években a magyarországi turisztika, és ez a magyar nemzetgazdaságban meghatározó, és tovább szeretnénk fejleszteni. A jó hír azonban, hogy a munkáltató által a szépkártyára adható összeg nem csökken a következő évi költségvetés alapján. A jövő évi költségvetésről és a kafetéria rendszer átalakulásáról bővebben 35 perc című műsorunkban foglalkozunk. 2000 négyzetméteres központi területen épül Máté Szalkán az új járási hivatal, a közel 300 millió forintos állami támogatásból egy korszerű 21. századi igényeket kielégítő beruházás vette kezdetét. A cél, hogy az ügyfelek egy épületben intézhessék ügyeiket, azonban a kormányzat a jelenlegi 2200 ügytípust később lecsökkenteni, ezzel is növelve a járási hivatalok kihasználását. 2013. januárjában országszerte kialakult a járási rendszer. Máté Szalkán jelenleg több különböző épületben vannak elhelyezve a járási hivatal dolgozói, többek között az önkormányzat egyik sajátjában. Azonban az önkormányzatnak ezzel az épülettel más tervei vannak, ezért helyette ezt a területet ajánlotta fel az új járási hivatal megépítéséhez. A régi járásbíróság épületében, amit annak idején a önkormányzatok kistérségi szinten újítottak fel, oda költözött be a járáshivatal, de legalább négy szolgáltatás még, a gyámügy, az építésügy, illetve az állategészségügy, valamint az ANTS külön épületekben vannak, és szeretnénk, hogyha a klienseknek, az állampolgároknak nem kellene össze-vissza szaladgálni, hogy ilyen csúnyán fejezem ki, mert egy helyen mosolygós emberekkel megkapnák azokat a szolgáltatásokat, amire az állam szerződik, hiszen állami szolgáltatásokról van szó. A forma és a tartalom egységének jegyében épül majd az új hivatal 272 millió forintból, amelynek az alapkövét kedden délután tették le a 2000 négyzetméteres központi telek területén. A jövő év elejére kész lesz a szép épületünk, és a Kossuth utcai osztályok fognak ide költözni, jelesül a gyámhivatal, illetve a népegészségügyi osztály, egy szűk 50 főnek ad ez itt helyet, aminek nagyon örülünk, mert a Kossuth utcai irodák azok egy picit elhanyagoltabbak, illetve hát az elhanyagoltságot úgy értem, hogy régiek komoly felújításra lenne szükség, és ez viszont már korszerű, és az igényeket jobban ki fogja elégíteni. Ez pedig azt is jelenti, hogy az itt dolgozók szívesen járnak be munkahelyükre, ahol jól érzik magukat, így jobb minőségű szolgáltatást tudnak majd nyújtani az állampolgároknak, tette hozzá Fülöp István. Az új hivatalhoz új célok is tartoznak.
Sok mindent tettünk az elmúlt időszakban. Az, hogy hogyan, tehát hogyan intézzük az ügyeinket, azzal kapcsolatban már új törvényünk is van, új eljárási törvényünk. De az, hogy mit, az a kérdés még előttünk áll. Át fogjuk tekinteni ezt a 2200 ügytípus, nagyon sok ügytípusról van szó, és a 2200 ügytípusból megpróbáljuk kiválogatni azokat, amelyekre egyáltalán nincs szükség, vagy amit egyszerűbben lehet intézni. Ne kelljen kétfokú eljárást végigvárni, hanem gyorsabb ügyintézés kedvéért egyfokú legyen az eljárás. Nem csak Máté Szalkán kapnak új épületet a hivatali dolgozók. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal kapott arra lehetőséget úgynevezett hazai forrásból és a magyar adófizetők pénzéből, hogy néhány új ingatlant felépítsünk. Ezekre olyan helyen kerül sor, ahol eddig méltatlan körülmények között dolgoztak kollégáink, és méltatlan körülmények között folyt az ügyfélfogadás a 21. századhoz képest, és az ügyfelek sem olyan feltételrendszerrel találhattak, amit ők is elvárnak. Ennek megfelelően itt Máté Szalkán épült egy új hivatal, és Fehérgyarmaton is megkezdődött már az építkezésünk. Ez a folyamat pedig tovább folytatódik. Ahol szükséges az infrastruktúra fejlesztése, ott várható majd beruházás, hiszen 21. századi elvárás, hogy mind a hivatalban dolgozó, mind az oda betérő ügyfelek komfortosan érezzék magukat. A Vásáros-Naményi rendőrkapitányság munkatársai kedden őrizetbe vették azt a két tiszaadonyi férfit, akik megalapozottan gyanúsíthatóak a 2018. július 22-én elkövetett gergelyugornyai tiszaparti üdülő övezetben történt bántalmazással, értesített a polisz.hu. A beszámolók szerint egy 4 fős társaságba kötött bele egy 10-15 tagú csoport. Őket ököllel bántalmazták, ez ellen lépett fel a két nyírmadai fiatal, akiket a helyszínen szintén összevertek. Egyiküket súlyos sérülésekkel vitték kórházba. Testvére elmondása szerint úgy rúgtak a fejébe, mintha focilabdát akarnának ellőni, majd távoztak a helyszínről. Ezt a szom.hu-nak nyilatkozta az áldozat édesanyja. A rendőrök a 18 éves B. Norbertet és a 27 éves B. Zsolt Krisztiánt a rendőrkapitányságon súlyos testi sértés és garázdaság büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatták és bűnügyi őrizetbe vették. A nyomozás során a gyanúsítottak köre még bővülhet, tette hozzá a rendőrség. 18. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Szaktábort Sóstógyógyfürdőn. Az egyhetes rendezvényen magyar, ukrán és román gyerekek nyaralás közben tanulhatnak a közlekedésbiztonságról és balesetmegelőzésről, valamint számos rendvédelemhez kapcsolódó programon is részt vehetnek. Láthatósági mellényben, hazájuk színeiben várták a gyerekek a Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Szaktábor megnyitóját Sóstón. A rendezvényt minden évben az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága szervezi és nyújtja hozzá az anyagi fedezetet, így az egyhetes táborosztatás már évek óta ingyenes a gyerekek számára. 18. alkalommal kerül itt Nyíregyházán Sóstó környékén megrendezésre ez a Nemzetközi Közlekedésbiztonsági Gyerektábor. 18 éve dolgozunk azon, hogy ne csak magyar, hanem külföldi gyerekeknek is lehetőséget teremtsük arra, hogy a nyári szórakozás mellett a közlekedés biztonságával is foglalkozzanak. Az a célunk, hogy minden gyerek tanuljon meg helyesen és biztonságosan közlekedni, függetlenül attól, hogy melyik országban él, hiszen a közlekedési balesetek nem ismerik az országhatárokat, azt szeretnénk, hogy senki nem halna meg Európa útjain balesetben. A gyerekeket számos színes program várja az egy hét alatt. Többek között rendvédelmi bemutatókat láthatnak, csónakázhatnak, strandolhatnak, valamint különböző versenyeken, vetélkedőkön is részt vehetnek. Ez a tábor a közlekedésbiztonságról kell, hogy szóljon. Nyilvánvalóan szülidő van, tehát nem csak a komoly résszel, hanem azért megpróbáljuk a gyerekeket egy kicsit pihentetőbb módon okítani, megpróbáljuk egy kicsit kikapcsolni a gyerekeket, de természetesen úgy, hogy felelős rendőrként egy plusz tudással, egy plusz dolgokkal menjenek majd innen haza, és természetesen a külföldi kapcsolatok is nagyon fontosak, az, hogy ezek a gyerekek között barátság szövődjön, ez sokáig fennmaradjon, és mivel már nem ez az első táborom, a mai modern világban a Facebookon látom mai napig, hogy ezek a gyerekek, amik évekkel ezelőtt szövődtek barátságok, még mai napig is tartanak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke a megnyitón azt mondta, a nyári szünidőben a kikapcsolódás mellett nagyon fontos, hogy a gyerekek tanuljanak is valami újat, valamint az is, hogy új, akár a határokon átívelő barátságokat is tudjanak kötni.
A nyári időszakban, a szünidei időszakban rengeteg táborozási lehetőség közül tudnak választani a diákok, de én úgy gondolom, hogy kiemelt szerepet kell tulajdonítani azoknak a táboroknak, illetve üdülési lehetőségeknek, amelyek valamilyen szempontból tudást akarnak adni a gyerkőcöknek, és egy picit hozzá akarnak járulni ahhoz, hogy egészségesebb és érettebb felnőttekké váljanak. Hát ez a mostani tábor, ez a közlekedés biztonsági szaktábor, azt hiszem, hogy pontosan ilyen, hiszen ebben a mai felgyorsult világban pontosan azt szeretné tudatosítani a gyerekekben, hogy a közlekedés, amely valóban nap mint nap, legyen az akár egy falu, legyen akár egy város, minden nap találkoznak vele, szembesülnek azokkal a veszélyhelyzetekkel, amelyek érintik őket, és ezek a veszélyhelyzetek, ezek egyre inkább fokozódnak. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy ezeket minden, valóban készséggé tudják tenni a mindennapi élet során. Az egyhetes nyíregyházi táborba három országból összesen 60 diák érkezett. Hőségriadót adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat több megyére, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is. Az érintett területeken a napi középhőmérséklet 25 fok fölött alakulhat. A hőség csütörtökön is folytatódhat, a sok napsütés mellett szorványosan zápor, zivatar várható. A legalacsonyabb hőmérséklet 15-20, a legmagasabb hőmérséklet pedig 27-32 fok között alakulhat. Az utánpótlásra szeretne minél nagyobb hangsúlyt helyezni a Nyíregyháza Spartacus. A cél, hogy minél több helyi kötődésű fiatal szerepeljen a felnőtt csapatban, hangzott el a Nyíregyháza Spartacus szurkolói ankétján. A szezonnyitó rendezvényen a Spari vezetői kiemelték, a mostani keret kialakításában is már ez a szempont vezette őket, az új igazolásokkal pedig a rutint akarták növelni. 13 új játékossal vág neki a következő idénynek a Nyíregyháza Spartacus MB2-es labdarúgó csapata. Nagy József, Polényi Gábor, Nagy Tamás, Gulyás Máté, Fagyas Tamás, Daru Bence, Gyúrián Bence és Bakosz Szabolcs más csapatoktól érkeztek a keretbe, míg Kulcsár Hunor, Tóth Ádám, Starosta Dávid, Nagy Máté és végső előd a Nyíregyháza Spartacus Bozsik Akadémiájáról kerültek a felnőttek közé. Az új játékosokat a csapat hagyományos szurkolói ankétján mutatták be hivatalosan. Több utánpótlásba felkerült játékosunk is nagyon jó benyomást keltett ránk, és mindenképpen nagy szerepet szeretnénk szánni nekik. Ami a keret kialakításban fontos volt számunkra, hogy ezek mellett az utánpótláskorú labdarúgók mellett egy megfelelő rutinnal rendelkező gerincet tudjunk igazolni. Olyan játékosok legyenek a keretben, akiknek akár NB1-es, akár feljutási rutinjuk van már. Nem csak a játékos keretben, hanem a szakmai stábban is több változás volt. Lengyel Roland, Ambrusz Árpád és Tuska János is segíti ezentúl Bozsik József munkáját, míg Varga Tamás feladata a terápiás munka irányítása lesz. Szakmai igazgatóként pedig a korábbi szövetségi kapitány Bozsik Péter érkezett, aki nem csak a felnőtt csapatnál, hanem az utánpótlásnál zajló munkát is segíti majd. Az utánpótlással kapcsolatban mindig az a terv és az a cél, hogy minél több olyan játékos nevelődjön, akik idővel az első csapat keretében meg tudnak jelenni. Én örömmel mondhatom, hogy már most is van 5-6 olyan fiú, aki az akadémiáról jött és az első csapat keretének a tagja lett. Én nekem az a véleményem, hogy egy egyesület, egy klub, egy csapat nem nézhet ki saját nevelésű vagy kötődő játékosok nélkül. Tehát csak kölcsönjátékosokra nem lehet egy csapatot építeni. Nagyon fontos az, hogy a mag, a gerinc az olyan legyen, aki kötődik az adott egyesülethez. Nyilván ez egy folyamat, ez nem megy egyik pillanatról a másikra, de mindenképpen ennek kell a célkeresztben lennie. Az akadémiának úgy kell dolgoznia, hogy minél több ilyen játékos tudjon az első csapat rendelkezésére bocsátani. Az ankéton az új stadion építéséről is beszámolt a Spari vezetése. Van itt egy kilátásban, ami már elfogadott tény, hogy itt fog készülni Nyíregyházán egy 8000 fős stadion. Ez egy állami beruházás, erről az a baj, hogy kevésbé tudunk pontos információt, azt tudjuk, hogy ez meg fog épülni. Nyilván, amikor erről határozott állásfoglalást kapunk, hogy ez mikor indul, ezzel kapcsolatban mindenkit fogunk értesíteni a különböző portálainkon. Orbán Viktor azt is kiemelte, ha a csapat reális célkitűzéseit nézik a bajnokságban, akkor az első 6 hely valamelyikét szeretnék elérni. A Nyíregyháza vasárnap kezdi a szezont, 19 órától a Kazincbarcikát fogadja majd. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden.
Több mint 12,3 milliárd forintból újulnak meg a megye útjai idén. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 52 útszakaszon közel 163 kilométer hosszan történnek útfelújítási munkák 2018-ban. A programban már elkészült a 4-es számú főút Nyíregyháza és a 403-as számú főút csomópontja közötti szakasz, melyet ma adtak át. 4,1%-os GDP növekedéssel számol a kabinet a múlt héten elfogadott 2019-es költségvetés alapján. Nem változik a személyi jövedelemadó és a társasági adó sem, azonban megszűnik a 25 év alattiak után járó kedvezmény és az 55 éven felüliek foglalkoztatásának támogatása is. A következő évben több forrás jut az egészségügyre, az oktatásra, valamint a honvédelmi feladatok ellátására is. A forma és a tartalom egységének jegyében egy modern, 21. századi épület várja majd azt a közel 50 főt, akik a Máté-Szalkai járási hivatalban fognak dolgozni, várhatóan a jövő évtől. A beruházás célja, hogy a jobb munkakörülmények mellett magasabb minőségű szolgáltatást tudjanak nyújtani az ügyfeleknek. A beruházás 272 millió forintból valósul meg, az új épület alapkövét már letették, a munkálatok pedig a tervek szerint jövő év elején fejeződnek be. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták július 25-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk záporokkal. Csütörtökön ismét közelebb kerül hozzánk a keletre örvénylő, alacsony nyomású képződmény, növekszik a nedvességtartalom és a csapadékhajlam. Az előttünk álló éjszaka gomoly felhős idő várható, zápor zivatar előfordulhat, az északkeleti szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar előfordulhat, az északi szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet. Fronthatás nincsen térségünkben. A folytatásban marad a változékony, füllett idő. A több órás napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, nem csak napközben, hanem akár az éjszaka során is előfordulhat csapadék, többfelé, illetve több alkalommal várható zápor, zivatar, felhőszakadás is lehetséges. A hőmérsékletben ugyanakkor nem várható változás.